A továbbiakban a kisiskolások korosztályára összpontosítunk, és arról próbálunk képet alkotni, hogy mit jelent a versengés az elemisták számára. Mit jelent nekik a megfelelési vágy, és hogyan tudják feldolgozni sikereiket, esetleges kudarcaikat. Hogyan válik jó, idézőjeles edzővé a tanító és a szülő. Két tanítónőtől várom a választ a kérdéseinkre, de előbb hallgassuk meg a gyerekek tapasztalatait. Te milyen versenyen voltál? Hát mesélő, vagyis ilyen mesemondó, kenguru, fürkész, zrínyi, és ennyi. Mit szeretsz a versenyben? Hát azt, hogy sok diplomát kapok, és... Nehéz versenyezni? Sokat nem. Készülsz? Nem olyan sokat. Szeretek sok versenyre menni. Inkább olyasmire, hogy könnyebb, vagy rövidebb, de azért szeretek sok versenyt. Például hol voltál? Hát voltam Zrínyén, Kurutyón, matek versenyeken, helyesírási versenyeken, de a Kurutyt tetszett a legjobban, mert ott az hosszabb volt, de azért könnyű is volt. Izgultál előtte? Egy kicsit mindeniken. De milyen versenyekre jelentkeztél, és miért? Hát sok matekre, most éppen egy tornát nyertem. És ahhoz mit kellett tudni? Hát dobni, futni, az ilyen öt tusa. Hogy készülsz fel egy ilyen versenyre? Gyakorolok. Sokat. Voltam a pontszerzőn, a kengurón és az rinnyin. Ki segített felkészülni? Hogyan készültél fel? A tanítónéni adott feladatokat. És a pontszerzőnél voltunk olyan foglalkozáson. Egyedül versenyeztél, vagy csapatban? Egyedül. Igen. És hogy volt egy ilyen verseny? Melyik volt a kedvenc? Nem is tudom, mindegyik. Válasszunk ki egyet. Megérkeztél? Tudtál éjszaka aludni előtte? Igen, tudtam. Megérkeztél is? És vártunk, hogy jöjjön be az egyik tanár, és akkor odaadta a feladatokat. És akkor dolgoztunk, aki készen volt, az kapott egy csokit, és mehetett haza. Mindegyikre másképpen kell készülni. A sportversenyeknél sokat kell edzeni azelőtt, a rajzversenyeknél meg kell rajzolni a rajzot, ki kell gondolni, szépen ki kell festeni, hogy legyen jól látható, és a mesemondó versenyeknél meg kell tanulni egy mesét. Izgulsz te ilyenkor, dukkolsz? Hát nem mindig szoktam izgulni, de általában. Tudod, hogy nyersz? A rajzversenyeknél. Izgulsz a versenyek előtt? Igen. Mert néha úgy gondolom, hogy nem tanultam eleget, vagy el fogok felejteni valamit, nem jegyeztem meg jól, ilyesmiket szoktam izgulni. Mennyit készülsz egy versenyre? Adj egy példát. Hát most készülök eleget. Szüleid is izgulnak ilyenkor? Igen. Szeretnék. Látszik rajtuk. Hogy látszik rajtuk? Gyere, mondd. Kipirulnak. Kovács Ildikó és Bárdos Réka tanítónők a vendégeim. Köszönöm, hogy eljöttek, eljöttetek. Üdvözlőnek. Izgulnak a szülők néha jobban, mint a gyerekek, amikor a gyerek versenyezni készül. De vajon a gyereket mi motiválja, hogy versenyezni menjen? Mindenkit más szerintem. Van olyan gyerek, aki a nyereményért megy, vagy a versenyért megy. Van olyan, aki a tudását akarja bebizonyítani. Személyfüggő. Én úgy látom, hogy mindenki azért megy, hogy nyerjen.
Tehát, hogy ezt nagyon nyersen meg tudják fogalmazni, hogy azért megyünk a versenyre, azért szeretek versenyezni, hogy nyerjek. Tehát, hogy, és szerintem minden korosztály így van vele, hogy egyértelműen azért megyünk bele versenyhelyzetekbe, hogy abból győztesen kerüljünk ki, és ugye a siker. Tehát ez orientál bizonyos fokú, aztán mindegy, hogy az a diploma a siker, vagy a társaim elismerése, vagy a szülők dicsérete, de valamilyen típusú siker. Na de a sikerig kevesebben jutnak el, mint ahányan ugye részt vesznek a versenyben, és esetleg kudarcként élik meg. Hogyan lehet arra felkészíteni a gyereket, hogy szembe tudjon nézni a kudarccal? Az, aki bevállalja azt, hogy versenyre megy, az már szerintem készül arra is, hogy lehet, hogy sikerül, lehet, hogy nem. És ezt meg kell beszélni gyerekekkel. Tehát aki felkészülés folyamán részt vesz, aki a felkészülésen részt vesz, az látja, hogy van, amit tudok, van, amit nem tudok. Lehet, hogy kapok olyan feladatot, amit fogok tudni, de lehet az is, hogy nem fogom tudni a feladatot. Tehát valahogy ezt meg lehet beszélni a gyerekekkel, fel lehet őket készíteni. És könnyen elfogadják ezt, vagy tényleg ezt megértik? Most már nyilván korosztálytól függ, mert van a nulladik osztálytól. Értelmi szinten megértik. Tehát értelmi szinten simán tisztában vannak azzal, hogy az 50 gyermek közül lesz egy első díjas, egy második díjas, egy harmadik díjas, de akkor, amikor azzal szembesül, hogy nem ő az első díjas, második vagy harmadik díjas, akkor értelmileg, tehát az értelmi képességei ott vannak, és megérti, hogy ez nyilvánvaló, ez ennyire voltam képes, viszont én azt látom, és én is keresem a választ, hogy lehet megtanítani a gyermeket a kudarc feldolgozására, hogy érzelmileg nagyon nehezen. Persze gyerektől függ, van, aki könnyebben, és neki fut még egyszer, addig, ameddig a siker eljön, illetve megtalálja, de én is keresem a választ, hogy lehet segíteni azon, hogy azért valamilyen fokú kudarc, és ez érzelmileg nagyon befolyásolja őket. Hogy ezt valahogy elfogadják. Igen. Na és milyen versenyre jelentkezik a gyerek? Lehet ebben őt irányítani, ajánlott, vagy szabad a választás? Mert ugye tudjuk, hogy kisiskolások számára is nagyon széles a skála, és nagyon változatos. Tantárgyversenyektől kezdve, sportvetélkedőkig, rajzversenyekig, és nem csak az iskola, vagy különböző intézetek állnak elő ilyen lehetőségekkel, hanem civil szervezetek is nagyon gyakran felajánlanak különböző megmérettetéseket. Tehát hogy történik a választás például egy osztály keretében, hogyha jelentkezni kell a versenyre? Ez általában egyénfüggő, tehát tudjuk már, kik azok a gyerekek, akik ügyesebbek matekből, vagy ügyesebbek irodalomból, nyelvtanból, rajzkészségük fejlettebb, vagy tehát ügyesebbek rajzból, tornából, és akkor ők jelentkeznek. Ugye valamilyen alapszinten történik egy előselejtező is, és az alapján mennek legtöbb esetben. Vagy hogy ki mennyire motivált, mert egy rajzversenyen például a nagyon tehetséges gyerekek mennek, de az is jelentkezhet, aki nagyon-nagyon szeret rajzolni, de lehet nem annyira tehetséges. Nekik is meg kell adni az esélyt. Tehát ez mindig más. Az intézmények által szervezett versenyeket azt a tanító köteles, illetve a tanító feladata az osztály és a szülők tudomására hozni, hogy létezik. Természetesen mi is próbáljuk jelezni, hogy ki az, akinek esetleg valamilyen tantárgy jobban megy, és ott érdemes próbálkozni. Mindig van olyan gyerek, aki szeretne menni, és akkor megy, ahol nincs megszabva, hogy hány gyerek vehet részt. Én külön szoktam támogatni és díjazni azokat a versenyeket, ahol nagyon konkrét az értékelési skála, tehát a sportversenyek, mert hogy a versenynél azért az is fontos, hogy a versenyszellemet, illetve a sportszerűséget, meg a becsületes versenyzést támogatni. Tehát az, hogy persze, hogy fontos az, hogy versenyezzek, hogy megmutassam, hogy mire vagyok képes, de sosem a másik ellenében. Tehát, hogy azért a magatartást is, és a sportvetélkedők ebben nagyon jók. És ugyanakkor nagyon szeretem és támogatom mindig a csapatvetélkedőket, ami sokkal nehezebb, mint az egyéni. Mert hogy amellett, hogy én tudok valamit, azt összhangba kell hozzam a csapattársamnak a tudásával, és ez hosszú folyamat után sikerül ezt a gyerekeknél kialakítani.
De ugyanakkor a gyerekek is mondták, hogy jobban szeretik a csapatversenyt, mert nem egyedül fél. Is. Igen, tehát ő nem egyedül van, tehát nem ott van egyedül a nagy súlyos problémájával, amit meg kell oldjon, hanem van mellette még 2-3, akire számíthat. Tehát ezeket, amit személyes véleményként, tehát nagyon nehezen értékelhetőnek tartom a művészeti területek által szervezett vetélkedőket. És szándékosan nem szeretem a versenyszót, inkább a vetélkedőt. Tehát nagyon szubjektív. Amint mondta, van, aki nagyon szeret rajzolni, igen. És bizonyára, igen. Hogy nagyon szépnek is látja a saját rajzát, és igen. Akkor ez nagyon nehéz elfogadni, hogy ha esetleg nem értékelik az ő munkáját. Milyen pozitív hozadékai vannak annak, hogyha egy ilyen elemi osztályhoz tartozó diák versenyre készül, abban részt vesz a vetélkedőben, ahogy mondod? Sokszor maga a folyamat érdekesebb, mint a verseny vagy a vetélkedő, amire megyünk, mert rengeteg időbe, energiába kerül felkészíteni a gyereket. Nagyon sok plusz tudást igényel a gyerek részéről, türelmet, odafigyelést, kitartást. Motivációt, kitartást, és a tanító részéről is őszintén, mert fel kell nekünk is készülni ahhoz, hogy felkészítsük a gyereket. És sokszor maga a folyamat sokkal értékesebb, mint a versenyen való, tehát a verseny tulajdonképpen. Mert ez is olyan, mint a karácsony előtti várakozás. Készülünk, várjuk az eseményt, de közben valahogy érünk. Nagyon sok mindent magunkba szívunk, és ez viszi tovább a gyereket, majd ezt fogja hasznosítani az életben. Tehát igazából ezt a tudást, amit megszerzett a versenyen, lehet, hogy megmutatja, de tovább menve a verseny után ezt a tudást majd fel is fogja használni. Ezt pedagógus szemmel ezt látom, igen, én is nagyon ezt látom előnek, hogy a hosszú távú haszna. A pillanatnyi haszna az a gyereknek csak is az, hogy megnyerem a versenyt. Ezt akarok kérdezni, hogy ezt viszont ők hogy élik meg? Ebben a korban még így, hogy így? Megyek és nyerek. Igen, vagy nyerni szeretnék. Ez az, ami... Viszont, és mai napig úgy érzem, hogy nem csak a gyermekek vannak így, tehát a világunkat a versenyszellem viszi előre. Tehát attól fejlődünk, minden attól megy előre, hogy egyfajta versenyszellem kialakul. A kulcsát én abban látom, hogy ezt mennyire korrektül csináljuk. Tehát bármilyen szinten, osztályon belül mindig kialakulnak versengések, versenyhelyzetek, és akkor ezek hozzátartoznak az élethez, azt, hogy ez ezeket mennyire élezzük ki, vagy hogy hogyan kezeljük, tehát itt rejlik a dolognak a kulcsa. Mert mi lehet a negatívuma? Vagy mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy... akkor, amikor hencegés lesz például belőle. Tehát, hogy ne az legyen a célom, hogy folyton legyőzzek valakit. Tehát, mert hogy ez is a verseny, igen. Tehát az is a verseny része, hogy én folyton nyerjek, vagy hogy minden áron nyerjek. Tehát, hogy ezt kell inkább visszafogni. Mert hogy egyértelműen meg akarom mutatni, hogy ügyes vagyok, hogy valamihez jobban értek. Abban kell segíteni, úgy látom a gyermekeket és a szülőket, főleg kisiskolás gyerekeknél, hogy felfedezni, hogy melyik az a terület, ahova a gyerek vonzódik, ahol tehetségesebb, ahol meg tudja csillogtatni azt, hogy ő ügyes, mert akkor egyértelmű, hogy ott sikerélménye lesz. Könnyű felfedezni? Én hogy látja? Én úgy tudom, hogy az osztályával nagyon sok versenyre jelentkezik. Hát, és negyedik osztály. Negyedik osztályunk van, mert stebben tanítok. Kell egy kis idő hozzá, meg kell ismerni a gyereket, meg kell ismerni azt, hogy mi motiválja elsősorban azt a gyereket, mire képes, milyen tehetségei van, milyen rejtett kincset hordoz magában végül is, hogy mi az, amit szeretne csinálni, mi az, amit tud, mi az, amit akar, ezek mind-mind hozzájárulnak ehhez a folyamathoz. És igen, egy idő után aztán már úgy kialakul. Az ember érzi, hogy na igen, őt lehet ide küldeni, ő mehetne oda, lássuk, szeretnie. Tehát nagyon-nagyon sok lehetőségük van ezeknek a gyerekeknek választani. Rengeteg verseny van, ami előny is és hátrány is ezeknek a gyerekeknek, mert sokszor a választás is nagyon nehéz, tudja azt, hogy ide is mehetek, oda is mehetek, na most hova menjek. De úgy, ahogy Réka is mondta, nagyon kell figyeljünk arra, hogy hogyan készítjük fel őket, és nagyon kell figyeljünk arra, hogy mit adunk át ezeknek a gyerekeknek, hogy hova lehet menni, hogy kell megélni ezt az egész folyamatot. Tehát nagyon fontos, hogy maga a gyerek mivel kerül ki az egész folyamatból.
hogy úgy éli meg, hogy na, aztán én vagyok a legjobb, és nálam jobb, mint senki, vagy pedig úgy, hogy én is jó vagyok, lehetnek jobbak is, lehetnek gyengébbek is, de én is ott vagyok, és részt És örülök, teszek. Hogy eddig eljutottam. És örülök, hogy itt vagyok. Általában igen. A szülők hogy viszonyulnak ez a kérdéskörhöz? Mert ők együtt izgulnak a gyerekekkel, bizonyára van olyan szülő is, aki szeretné minél több területen teljesítsen a saját gyereke. Így van, ezt nagyon fontos megbeszélni a szülőkkel, és nagyon fontos közös nevezőre jutni a szülőkkel. Valóban van olyan szülő, aki úgy érzi, hogy mindenhova el kell menjen a gyereke, és minden versenyt ki kell próbáljon. És vannak olyan gyerekek, akik mindenhova el akarnak menni, és minden versenyt ki akarnak próbálni, és bírják, és mehet, mert élvezi, és szereti csinálni. És van olyan gyerek, akit nehezen lehet rávenni. Bár jó képességű, de nem bár szeret ügyes, igen, de érzékenyebb, izgulékonyabb. És ebben az esetben mit kell tenni? Ebben mert az akkor esetben megbeszéljük. Itt a kollégáim szólnak, hogy lejár a beszélgetésük ideje egy-egy mondatban akkor, hogy milyen a jó edző, így idézőjelesen, pedagógusként, szülőként ebben a kérdésben, a gyerekek versenyeztetésében. Figyelmes a gyerek reakcióira. Igen, és én úgy érzem, hogy pedagógusként is elsősorban támogatni kell, és feltétlenül kell érezze be a belévetett bizalmat és a megelégedésemet. Az én elvárásom sosem az, hogy menj el a versenyre és nyerd meg. Az én elvárásom egy gyermektől mindig az, hogy ha el akarsz menni, menj el a versenyre, és a benned levő legjobbat hozd ki. Tehát magadhoz viszony, tehát nekem az a fontos, én nem akarok se rossz lenni, se ellene szólni, de én nekem Bartoknak egy mondása évek óta, és el szoktam mondani szülőknek is, gyerekeknek is, hogy egyszer Bartok azt írta, hogy a verseny a lovaknak való. Na most ennyire nem sarkítok. Megértettük de nagyon üzenetet. Érzelmileg nagyon kell támogatni, nagyon kell érezze a bizalmat, a belévetett hitet és a megelégedést. Hogy ő saját magával igen, is lehessen hogy megelégedve. Igen, bár nagyon fontos, hogy felkészítsük ezekre a versenyekre, tehát hogyha bevállalja, akkor tényleg ott legyünk mögötte szülőként, pedagógusként, és támogassuk. Kovács Ildikó, Bárdos Réka, köszönöm szépen, hogy válaszoltak kérdéseinkre. Köszönjük.